E-moll, gyerünk! Gyerünk! Ez az! Vissza E-moll! Nagyon jó, D-moll még egy! Majdnem jó, vissza E-moll! Sziasztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ez itt a port.hu új zenei műsora, a Session. Én Kóródi Tomi vagyok. Én pedig Jancsovics Máté, sziasztok. Folytatjuk a koncepciónkat, miszerint olyan hírességeket és ismert embereket hívunk el, akik a saját területükön már nagyon sokat letettek az asztalra, viszont mi most a zenével való kapcsolatukról szeretnénk őket kifaggatni. Picit zavarban érzem magam így most, mert hogy két brutálisan szép emberrel, az egyik szebb, mint a másik emberekkel fogok majd egy teremben ülni. Nem, viccet félretéve, tehát a mai vendégünk gyakorlatilag ezzel foglalkozott egy darabig, hogy brutálisan szép. Miss World Hungary első helyezett, a Miss World szépségverseny második helyezettje, tehát hogy ez magáért beszél. Szabó Kulcsár Edina a mai vendégünk, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Sziasztok, hát én köszönöm a megtisztelő megkeresést, felkérést, úgyhogy tényleg nagyon izgatott vagyok. Én is elképesztően. Eddig akartam, hogy nem látszódott rajtad, hogy izgatott vagy. Pedig hidd el, mivel ugye gitározni fogsz, hogyha minden jól megy, és én foglak megtanítani gitározni, úgyhogy... Igen. Igyekszem jó tanítvány lenni. Biztos, hogy az leszel. Az elejére neked is készültünk egy kis játékkal, el fogok indítani egy zenét, és csak azt mondd meg, hogy mi jut erről eszedbe. Hogy mi? Aha, tehát akkor nem az előadót számcímet meg, nem. Csak hogy mi jut róla eszedbe. Igen. Oké, rendben. Milyen élményekhez kötöd ezt rendben. A számot? Mondhatom is? Uh-huh. Megvan? Persze. Hát volt benne drink, meg minden. Figyelj, nekem valami külföldi élmény jutott eszembe, amikor is valami ilyen rooftop-szerűségen ültem, és gyönyörű kilátás a tengerre, és koktélt iszogattam. Oké, ez lehet, hogy ez is megtörtént. Ez egy valós élmény, vagy csak ez a benyomásod? Ez egy valós élmény. De, ez valós élmény. Hallgassuk egy kicsit tovább, van benne egy olyan rész, ami hátha jobban felhozza azt a konkrét emléket. Miért? Te vársz valamire tőlem? Igen. Jó. Akkor szerintem ő, amikor ez elhangzott, ez a produkció, akkor nem ott volt, igen, ahol ez történt, hanem készülődött éppen. Tehát akkor ez valami szépségversenyen. A Miss World szépségverseny szünetében ők léptek fel, ez a Vamps zenekar, és ezt a számot játszották. 2014-ben. Hát én öltöztem, ja, meg ilyenek, ne vicceljek. És az öltözőben már nem szólt be így a kis monitorokkal ez a... Lehet, hogy beszólt, de hát nyilván az izgalom hevében nem gondolom. Hát, hogyha az LMFA-t raktátok volna be... Akkor ugye ők voltak a végén egyébként. Ez egy közös produkció volt, ott táncoltam konkrétan ilyen távolságban tőlük. De nagy. Úgyhogy az így lett volna meg egyébként. De bevallom őszintén, és lehet, hogy ciki, de nem volt meg. Semmi baj, hát ez nyilván más dolgod is volt. Mikor voltál legutoljára élő koncerten? És lehet, hogy a kérdés második felét már meg is válaszoltad az előbb, hogy mi volt a legemlékezetesebb ilyen koncerttel kapcsolatos élményed? De hogyha esetleg van másik azon kívül, amit az előbb mondtál, akkor annak nagyon örülnék. Hát ez nem is koncert volt lényegében, hanem egy fellépés, tehát hogy ez egy picit más, nem? Ott résztvevő is voltál. Igen, félig meddig, igen, az egy show volt, igazából egy produkció erejéig. Legutóbb, itt nem messze a parkban voltam, szerintem Majka Curtis-en. Bár hozzáteszem, a backstage-ből néztem, hallgattam és beszélgettem folyton, mert hát tudni illik rólam, hogy nagy beszélgetős vagyok. Olyan, ahol kint voltál rendesen és végignyomtad a többiekkel a bulit. Talán a Strandfesztiválon volt legutóbb, és Jézus, min voltunk, figyelj. De tudom, az elejét mondom, igen, Valhallon. Nagyon szeretem őket. Király. Tehát, hogy akkor így rendszeresen jársz ilyen koncertekre, meg fesztiválokra, meg amikor időd enged, vagy sem? Hát figyelj, rendszeresen az túlzás. Ugye van két gyermekem, másfél és három éves, tehát hogy tőlük azért nem tudok, meg hozzáteszem, nem is akarok annyira nagyon sűrűn menni, partizni, koncertezni. Nyilván egy kicsit azért így húzna arra is a szívem, de hát elsősorban anyai kötelezettségeimnek szeretnék megfelelni. Úgyhogy otthon vagyunk, mostanában kezdtünk el egy picit jobban menni.
lenni, bár nem feltétlenül a bulik vannak így első, tehát nem ezek szerepelnek így az első helyen, hanem sokkal inkább a romantikus vacsorák, a beszélgetős vacsorák, mert hát azért van mind dolgoznunk a kedves férjemmel, és azért így az elmúlt másfél év nem volt annyira egyszerű, bár szerintem senkinek, nyilván a pandémiát, hogyha figyelembe veszünk, kisgyermekkel, építkezés és mi egymás, tehát hogy elég sok minden így felhalmozódott, ami egy picit így háttérbe szorította a minőségi időt, amit így egymásra szerettünk volna inkább így fordítani. És a gyerekekkel egyébként hallgattok tudatosan zenét közösen? Mutattok nekik zenét? Persze. Tegnap például a férjem, tegnap pont ki is rakta a sztoriába, azon mosolyogtam, mert én meg a picivel voltam máshol, hogy építettek, és közben a háttérbe komoly zene ment. Mert hogy komoly, a komoly dolgokhoz komoly zene duke, de ettől függetlenül igen, tehát hogy nagyon sokféle fajta műfajt mutatunk a gyerekeknek, és imádnak táncolni, énekelni. Tegnap is éppen a kisfiam nekem énekelt, mert elkezdtem neki énekelni. Minden este egyébként ugyanazt éneklem, a könnyű álmot hozzon az éj, és közvetve, anya, ez olyan uncsi. És akkor mondtam, hogy jó, akkor énekelj te valamit nekem, úgyhogy valamit kaptam, de cumival a szájába tette, úgyhogy annyira nem tudtam felismerni. És hogyha már így látszik rajtuk, hogy talán akkor érdeklődnek a gyerekek a zenei világ iránt, akkor ti tervezitek, hogy beiratjátok őket zeneiskolába, vagy ezt a féle érdeklődésüket bármilyen hangszeres vagy énekes tanár segítségével fejlesztitek majd? Az az igazság, hogy még szerintem nagyon picik ahhoz, hogy ezt így meg tudjam ítélni. A pici a Nina, a kislányom, ő még brutálisabban fogékony, azt látom, a zenére és a táncra és mindenre, mint egyébként a Medi, pedig aztán ő is nagy táncos volt. De még nagyon pici, azt gondolom, hogy ezt most én így önhatalmulag eldöntsem. Mi abszolút olyan szülők vagyunk, akik szeretnének odafigyelni nyilván a gyerekre, hogy ő mit szeretne csinálni, vagy mihez van affinitása, milyen olyan előnyei vannak, vagy erényei, amiken dolgozni kell. És egyébként a saját szabadidődben milyen zenéket hallgatsz? Most említetted a Velhelót és a Majkát, hogy őket szereted. Uh-huh. Kik a kedvenc előadóid, és mondjuk tudnál-e három olyan dalt mondani, ami neked így a top három? A gyerekkoromat abszolút eltette. Groove House, TNT és társai, tehát hogy azok így abszolút megvannak, akár LL Junior és mi egymás. Úgyhogy nagyon-nagyon sokat hallgattam, meg Fekete Vonat, például az is nagy kedvenc volt, bár szerintem nagyjából ugyanaz a korosztály vagyunk, vagy úgy tudjátok, hogy miről van. Jól esik? Mennyi vagy? Szabad tudni? 38, de ezt majd kivágjuk. De akkor főleg ez a hip-hop rap vonal, amit te is most már így hallgatsz, vagy esetleg nyitott, vagy bármilyen. Én bármire. Blues-tól elkezdve a funky, a mit tudom én sorolhatnám. Én bármire. Swing-től a jazzig át, igen, minden. Igen, én nagyon. Aha. Sőt, én sokan nem tudják, de tanultam is klasszikus éneket. Hát egy kicsit furcsa egyébként, és nem is kifejezetten mondom, hogy a szívem csücske farzett hangon folyamatosan ilyen áriákat. Ilyeneket nyomni, de hogy azt gondolom, hogy az az alapja mindennek, és azzal lehet megalapozni azokat a technikákat, amiket aztán a későbbiek folyamán bármilyen más jellegű műfajoknak, tehát mindennek ez az alapja, azt gondolom, meg a levegővétel, meg a támasztás, meg a mi egymás, úgyhogy én tanultam több éven keresztül is, de nem kifejezetten rajongok érte. Szerinted milyen kölcsönhatásban van a zene és a kedélyállapot? Szeretném igaziból megkérdezni, hogy te milyen típusú ember vagy, inkább az, aki, hogyha rossz kedve van, akkor egy szomorú számot rak be, hogy azzal megélje ezt a pillanatot, vagy hogyha rossz kedve van, akkor inkább berak egy vidám, pörgős számot, hogy azzal inkább felhúzza magát. Tehát, hogy ezek egyáltalán nálad hatással vannak egymásra, a kedélyállapot meg a zene, és hogy ezeket milyen keverékben szoktad hallgatni meg. Abszolút jelen van az életemben. Inkább az utóbbi vagyok, mert mint hogyha szomorú vagyok, akkor boldog. Tehát, hogy olyan számot hallgatok, ami egy picit így felhoz arra a szintre, hova mondjuk szeretnék kerülni. De hozzáteszem, valószínűleg az is egy tök jó dolog, amikor valaki szomorú és olyan számot hallgat, és ténylegesen így kiengedi a benne lévő érzéseket, akár sírás formájában kijön, és tényleg megéli ezeket. Azért nem kifejezni
kifejezetten tartozom ehhez a táborhoz, mert elég pörgős az életem, és folyamatosan nyilván ide megyek, oda megyek, alapvetően is egy nagyon pörgős és pozitív emberke, a személyiség vagyok, és hogyha ezeket engedném magamból kitörni és megélni, akkor az a különböző napi állomásaimon megmutatkozna, aha, és akkor megmondhatnám, ja, minden rendben van, csak egy kicsit sírtam. Szóval, hogy így azt gondolom, hogy az én életemben ez nem kifejezetten fér jelenleg bele, de remélem, hogy az elkövetkezendő időben ez is bele fog férni. Így legyen. Neked elég sok követőd van, és aktív vagy a szociális média mindegyik felületén. Szociális média? Hát így, magyarul. Magyarul beszélünk. Igen, bocsánat, nem hallottam még. Nekem csomó barátom azon tanakodik mindig, hogy jaj, nem akarok túl sokat posztolni, mert megunják az emberek, túl telítődik, elvész a nagy rengetegben. Te ezt hogy látod, hogy mennyi, mi az a mennyiség, amit jól posztolni, és mitől érdekes szerinted egy zenei poszt, akár kép, akár videó? Engem tökre feltölt, hogyha látok egy olyan posztot, amiben valaki beül mondjuk egy szál gitárral, és ott eljátszik valamit a kamerába, és énekel, és egyébként volt nem is egy olyan előadó, vagy akár énekes, akire úgy akadt, tehát hogy úgy akadtam rá, hogy pörgettem, vagy pont feldobta nekem az Insta javaslatként, hogy nézzem meg, és egyszerűen így annyira magával ragadott, hogy azt mondtam, hogy na, hát hol van és mikor van ennek a lánynak a koncertje, mert ott szeretnék lenni. Úgyhogy válaszolva a kérdésre, de szerintem abszolút érdemes. És nincs olyan, hogy sok, tehát hogyha mármint úgy értve nincs sok, bocsánat, ezt kifejtem, mert ez azért félreérthető, tehát nem az, hogy minden percben posztolunk, mert nyilván nem, mert hát kinek van arra egy ideje, meg igaz, tehát hogy az azért kell. Csak valaki sokkal a napi egy posztot is például. Hát én annó, amikor elkezdtem, és valakivel beszéltem erről az egészről, ahhoz, hogy kellő mértékű aktivitás generál, és nyilván az algoritmus és miecsmes, nekem azt mondták, hogy napi 3 poszt. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az egy az abszolút ilyen. Tehát ahhoz, hogy tényleg aktívnak mutassuk magunkat, és hogy foglalkozunk az emberekkel, mert pedig nyilván akkor fog egy olyan jellegű dolgot így kiváltani az emberekből, hogy na, én szeretnék az ő posztjairól olvasni, vagy látni őt a közösségi médiában, hogyha látják, hogy ténylegesen aktív. Nagyon, nagyon kíváncsi vagyok, hogy erre a kérdésre mit fogsz válaszolni. Uha. Hogy szerinted mennyire fontos a szépség a zenei pályán? Tehát, hogy előrébb juthat-e egy előadó, legyen az férfi vagy nő, vagy bármi. Hogyha szebb, mint hogyha nem. Messziről indítom. A Miss World-en én ezt nagyon megtanultam, és azért is mentem egyébként erre a versenyre, mert nyilván 2 olyan nagy verseny van. Bocsánat, csak nyilván a szépség a szubjektív, és hogy, tehát, hogy a többség által szépnek gondoltra gondolok itt. Így van. Igen. Jó. Igen, ezt azért zárójelben meg kell jegyezni, mert nyilván van, aki biztos majd oda kommentel, hogy úristen, ez a nő, milyen ronda. Igen, azért vannak ilyenek is. No, nem kell törelni, nyugodtan. Hát igen, tehát van, aki átmond, valaki bét pont. Szóval, hogy 2 nagyon elismert szépségverseny van, ez a Miss Universe és a Miss World. A 2 között az a különbség, hogy a Miss World nem kifejezetten a csak és kizárólag a szépségre koncentrál, mert nyilván, aki ott van, az azért már elérte egy eredményt a saját országában, és ugye onnan szeretnének még többet mutattak, vagy láttatni belőlük. És a Miss World-nek az a mondandója, vagy az a mottoja, hogy beauty with a purpose, ami ugye annyit akar, hogy szépség egy célért, egy nemes célért, mert hát értelemszerűen a szebb emberek, vagy a dekoratív emberekre hamarabb felfigyel mindenki, ezt azt gondolom, hogy mindenki tudja. És hogyha... Saját bőrömön tapasztalom, csak az ellenkező. úgyhogy azt gondolom, hogy sajnos válaszolva a kérdésedre, igen. Tehát nyilván hamarabb megakad. De például itt személyesen neked, hogyha ott van mondjuk egy zenei produkció, vagy csak egy előadó, és nagyon tetszik, amit csinál, akkor befolyásolja-e a művészetet, az igen, tehát hogy az előadással kapcsolatos élményedet, az, hogy ő mondjuk az ő megjelenése, pusztán nem a show része, hogy hogyan hagyad elő, meg hogy bukfencezik, meg minden, csak a kinézete, az befolyásolja a többi, tehát a zenei oldalról kapott élményeket. Ez nagyon egyénfüggő, mert elcsépelt, de tényleg azt gondolom, hogy a szépség belülről fakad, és pont tegnap egyébként próbáltam kifejteni mindegy ilyen kérdezfelelek kapcsán, hogy annyira kéz a kézben jár szerintem a belső érték és a külsőségek nyilván. Tehát, hogy egy tök buta példát
mondjak, és szerintem ilyen esettel mindenki találkozott, amikor meglát valakit, és hát így azt mondja, hogy jó, hát pont. Tehát, hogy úgy néz ki, ahogy, és kész. Nem rád gondolok egyébként. Ó, Istenem. Figyelj, beszélek hozzá, és nem rád mondom senkire, hanem az, amikor így elsőre nem azt mondtad, hogy úristen, mennyire jól néz ki, vagy mennyire szép az arca, a mosolya, valami, hanem elkezdesz vele beszélgetni, és egész egyszerűen így mondatról mondatra, vagy így nem tudom, így ahogy mentek előre a beszélgetésbe, így egyszer csak így azt veszed, hogy Jézusom, de csodálatos. Uh-huh. És miért? Azért, mert megmutat, tehát egy felszínre hozta a belső értékeit, az, hogy milyen kisugárzása van, és ez annyira nagyban tudhatni egyébként a kinézetre is, igen, hogy hihetetlen. És nem csak tehát nem csak úgy külsőség, hogy valakinek szép legyen az arca, vagy bármilyen, hanem szerintem a stílus, az előadás, annyira sok minden hozzájárul, igen, szerintem ahhoz, hogy azt mondjam, hogy azt a mindenit, hogy minden koncerten ott akarok lenni. Van már egy dalod az interneten, ami egy elég nagy sikert ért el, sok megnézettséget, és kiskorod óta volt egy ilyen vágyad, hogy te szeretnél előadó lenni, énekelni egy dalban, kimondottam, vagy csak úgy jött ez a lehetőség, illetve vannak-e még terveid előadóként? Igen, abszolút. Tehát, hogy én mindig láttam magamat valahogy, és ja igen, a nem tudom hány kérdéssel ezelőtt nem is kifejezetten adtam választ arra, hogy miket hallgattam, és egyébként én nagyon favorizálom a Beyoncé-t, tehát, uh-huh, hogy minden tekintetben nyilván olvastam, hogy mennyi mindent csinál, sok esetben a koreográfiáit is ő rakja össze, tehát, hogy nagyon egy óriási talentumnak tartom őt, bár azt gondolom, hogy a számok és minden más az abszolút erről árulkodik. És mindig nyilván kislenként, amikor néztem, hogy és arra vágytam, hogy úristen, bár csak egyszer belőlem is valami hasonló előadó lenne. Hát nyilván azért olyan világsikereket valószínűleg nem fogok már elérni 31 évesen két gyerekkel, de aztán ki tudja. Mindegy, ez a soha nem mondta, soha, de nem is feltétlenül vágyom ilyenekre. Uh-huh. Tehát, hogy igazából, hogyha fent állhatnék a színpadon, és csak 20 ember, nem tudom, 20 embernek tudnék mondjuk könnyeket csalni egy-egy számommal a szemében, nekem az is már megérné, azt gondolom. Sőt, egy emberért is megéri, azt gondolom. Tehát nem kifejezetten ilyen, nem tudom, százezres nagyságban mérem a sikereket. Úgyhogy igen, tehát hogy igen, szerettem volna mindig is előadó lenni, vagy tényleg ezt az érzelem közvetítést inkább így mondanám, így megélni. Eddig nem volt rá túl sok lehetőségem, ugye volt ez a szám, amit igazából a Burai Krisztiánnak köszönhetek, hogy szerepeltem benne, és a Lévai Lacinak, és igen, tehát abszolút szeretnék a későbbiekben hasonló dolgokat csinálni, akár saját számokban is gondolkodom, sőt, nagyon régóta elkezdtünk már egyébként ilyeneken gondolkozni, vagyis dolgozni is akár. Egyszer hallottam szintén valami nagy embertől a zene kapcsán, hogy másodjára nem lehet első benyomást kelteni, úgyhogy nagyon, nagyon törekszem arra, hogy olyan számmal rukkoljak elő már, mint így egyéniben, aha, hogy az olyan legyen, uh-huh, hogy hű meg há. És eddig annyira nem találtunk ilyet, bár most, mintha lenne egy. Abban a fázisban van az a szám, hogy ott van a telefonomon, és le kellene ülnem tehát szöveget, aha, írni rá, mert lenne olyan ember, aki megírja, de azt gondolom, hogy akkor leszek én, és akkor fogom tudni magamat igazán beletenni, hogyha azért azon én is persze dolgozom valamilyen szinten, tehát nem vagyok dalszövegíró, meg semmi hasonló, de szerintem azért nem egy lehetetlen dolog ez. És van még egy apróság, vagy hát nekem nem is annyira nagy, vagy nem is annyira apróság, hogy már felvettünk egy számot, ami hamarosan majd napvilágot fog látni, még klip nem készült hozzá, de egy olyan előadóval fogok számot készíteni, akinek ma már mondtam a nevét. Tehát ez egy feat lesz akkor. Igen, is, igen, 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 igen. Hát viszont hát én arra gondoltam, én mint most gitártanár, hogy akkor ezt az eddig egyedül megjelent számot, amiben te úgy, így featesz, és a refrén te énekled, akkor ezt tanítanám meg neked gitáron eljátszani. Annyi csalás van, hogy egyébként ez a szám Gizmolban van. Teljesen mindegy, lényegtelen. De ugye Gizmolban, igen. Jó. Hát vagy Aszmolban most. És hogy A-mollban ez sokkal egyszerűbb lenne eljátszani, mert a gitáron az A-mollt, meg a többi hozzátartozó maradék akkordokat sokkal egyszerűbb lefogni, úgyhogy ez egy... Igen, akartam mondani, hogy annyira nem értem, hogy miről beszélsz, de nyugodtan. Egy kis szekunddal magasabban lesz, hogy az énekben neked az, hogyha esetleg még úgy alakulna, hogy ráénekled. Magasabb? Nagyon picit, de tényleg szerintem... Én nagyon nem vagyok ez a... szoprán. Nem lesz, egy nagyon picivel magasabb. De jó, hát próbáljuk meg. Hát akkor kezdődjön el a gitároktatás.
Én meg majd dobolok, hogyha összeáll. Igen, hát itt is vagyunk, kedves Edida. Az elején szerintem egy ilyen nagyon minimális gitár alapismerettel kéne kezdenünk, hogy hogy is néz ki a gitár, mi történik, hogyha lefogod. Ugye ez itt ez a nagy rész, ez a gitárnak a teste. Jó, ezt így hívjuk. Ez a nyak, ezen fogunk játszani, és ez itt a fej, ezen vannak a hangok, kulcsok. Igazából most nekünk a nyak a legfontosabb. Azon is belül ezeket a fém függőleges vonalkákat, rovátkákat úgy hívjuk, hogy bund vagy érintő. Ezek határozzák meg, hogy milyen hangmagasságot játszol éppen egy adott húron. Legtöbbször, és hát most mi is ilyenen játszunk, egy gitár az 6 húros, mi most ugye két elektromos gitárral játszunk, létezik ebből 7 meg 8 húros is, de talán ez kiindulásnak ez pont miért 3-4, miért nincs? Hát, jó, ez ilyen költői kérdés volt, engedjük el. Van egy, az ukulelék, azok 4 húrosak. Tehát megmutatom, hogy mi a cél, jó? Amit el kéne játszanunk. Ennek a számnak a harmónia menetét átraktuk ugye egy kis szekunddal följebb. Ez lenne, amit el szeretnénk érni. 3-4. Hogy nem annyira bonyolult? De. Az. Hát okay. Nekem, aki most fogok, egy gyerekgitárt fogtam eddig a kezembe, és őrületesen nyomtam, mert a gyerekeknek azt tetszett, szóval, hogy ez azért merőben más ahhoz képest, de na, az nem lesz, hiszek az a lehetetlenben. Az lesz szerintem a fura először, hogy külön dolgokat kell csinálni a kezedre. Ezzel a kezedre ugye ilyen függőleges mozgást fogunk a pengetés miatt csinálni, ezzel pedig itt ilyen, hát ilyen precíziós új elhelyezési problémák lesznek. De nézzük meg, csavart fel a hangerőt, ugye az ez még lesz. Még ma éjjel csavart fel a hangerőt. Így van. Így, ez a jobb kéz pengetés, ez már tökéletesen megy, úgy látom. De teljesen fentről le? Nem mindegyik esetben. Igen. Majd meg kell megfigyelni. Okay. De szerintem menjünk sorba, tanuljuk meg az első akkordot, amivel kezdünk, ez az A-moll. Most nem megyek bele itt a zeneelméleti fejtegetésekbe, hogy egyébként szerintem meg kéne tanulni gitározni, most csak szimplán arra megyünk, hogy el tud játszani ezt a három akkordot. Okay. Tehát mutatom, hogy hogy kell csinálni. Ez az egyes ujjad, ez a kettes ujjad, hármas ujjad, négyes ujjad, így fogom hívni ezek után őket. Jó? Tehát ez egyes a mutató, kettes, hármas, négyes. Okay. Még annyit, hogy fogjuk a hangszert. Nem marokra fogjuk, nem erősen szorítjuk. Igazából az a cél, hogy pont annyira erősen szorítsuk az adott húrt, hogy már megszólaljon, de ne nyomjuk erősebben, mert akkor elfárad a kezünk. A két ujjunk összeszorításából fogjuk elérni a leghatékonyabban azt, hogy le tudjunk fogni egy húrt az adott bunnál. Tehát a hüvelyk ujjad és a mutató ujjad összeszorításából. Értem. Olyan, mintha csak ezt csinálnád, ez lenne a cél. Ezt nyugodtan így... De oda is kell helyezni? Nem. Ez állandóan körülbelül így felfekszik, és a csuklódat egy nagyon picit nem kell arra hozni, csak így billenst ki. Aha, nagyjából ez lesz a kiinduló pozíciónk. Az egyes ujjadat ide kéne helyezni. Nem? Az fölötteli. Úgy bizony, így van. Ezt az egy hangot most szólaltassuk meg, csak azon a húr, nem, csak ezt a húrt pengesd, amit lefogsz. Azaz, kicsit erősebben kell nyomni ahhoz, hogy megszólalja. És nem teljesen a bundon, hanem egy picit előtte, úgy a legegyszerűbb. Azaz, hüvelyk ujjadat, tudod így a csuklódat egy picit engedd be a csuklódat. Lazítsd el, azaz. És a két ujjad szorításából fogod a legegyszerűbben. Azaz. Nagyon, nagyon jó. Már majdnem mondtam egy csúnya szót. Most jön a többi ujjunk. Azt javaslom, hogy ezt az ujjadat, ugye a kettes ujjadat, azt erre a húrra, a második bundra kellene tenni. Aha, és most csak az szó... Ez nem a harmadik? Vagy az van... ugye egy, kettő. Ja, hogy most erre... Ja, jó, én meg... Ez az első bund, ez a második. Ja, bund, jó, oké. Bund, okay. Igen. Tehát ez marad itt, igen. Ahol volt, és ezt pedig ide rakjuk föl. Most szólhatassuk meg csak azt az egy húrt, amit... Ez az! Mindjárt kész vagyunk az első akkorda. És még az a feladatunk, hogy ezt az ujjadat, ezt be kell tuszkolni, oda, ez alá, a követ, azaz. Picit így nyugodtan hagy nekik helyet. Ez most nem jó helyem van. Várjál, látom. Azaz. És akkor az lenne, hogy most egyelőre csak ezt a hármat szólata. Jaj, hát csináld, és már jó is lesz. Juhu! Nagyon jó. És még annyi van, hogy ezt az üres húrt bele kéne tudni játszani. Tehát innen odarakom. Pengesd végig a pengetőt, ezt odarakod, és onnan. Itt ez most nem szól szépen, ezt elfelejtetted nyomni, vagy pedig beleérez az ujjad, azt már neked kell érezni, hogy valami. Az most szerintem szép lesz. Életed első A-mollját lefogtad. Nagyon egyszer, ezt jegyezd meg ezt a formát, mert erre fogunk majd visszatérni, jó? Ez nem tudom, kis ház, meg ilyen szövegeket szoktak mondani, tudod? Ez az ujjad, ez egyenlentebb, azaz. Igen. Ezt próbáld meg nagyon vizualizálni most.
És innen a másodiktól kezdem? Uh-huh. És ezt jól fogom? Mi jól csinálom? Az, hát teljesen jó lesz most az is, ahogy csinál. Nagyon jó. De ez a lényeg, hogy ez szóljon. Következő akkord az viszont sokkal egyszerűbb lesz. A A-mollból induljunk ki, mert ahhoz képest fogjuk megtanulni a következő akkordformát, ami az E-moll lesz. Úgyhogy fogd le az A-mollt, légy szíves. Ezeket a mólokat még nem értem. Nem baj, az első akkordot fogd le, légy szíves. Annyi lesz a feladatod, hogy ezt az ujjadat elengeded, nem tudom, hogy nem, úgy, és ezzel a két ujjadat pedig följebb vándorolsz egy-egy húrt. Úgy. És kész is, ez az E-moll. És ezt viszont innen pengetjük. Pontosan. Ez a két akkord megy az első részében a refrénnek. És akkor ugye ezt így játszunk, hogy oda viszony. Ezt kéne nagyon lassan most megcsinálni, hogy tudjuk őket váltogatni. Egy, két, há. Ez az! És itt jön be egy új akkord. Hát majd ezt mindjárt egy picit kifinomítgatjuk, hogy szépen szóljon. Mennyi gyerek elé gyakorlom. És azt kéne csinálni, hogy megint az A-mollt fogjuk. Az első akkordot. Ez a legelső, jó. Igen. Akkor ezt megjegyzem, hogy ez az A-moll. Így van, az A-moll. És utána próbáld már meg azt, hogy ezt az egészet egy húrral mindent ugyanúgy, aha, így. Egyetlen probléma van, hogy ezt itt arrébb. Ide kell húzni. Aj, Istenem, tudtam, hogy lesz benne valami csavar. Ez azért nem akkora csavar. És igen, és ezt pedig csak ettől a húrtól pengetjük. Megvan a D-moll is. Na és akkor ugye itt meg az történik, hogy a D ezt az akkordot, és az előzőből a második akkordot váltogatjuk. Azaz, ez az, és vissza. Azaz, és vissza. Gyakorlatilag kész a szám. Jó, hát izzadok közben. Azt kéne megpróbálni, hogy ezt az egészet most nagyon lassan, de tényleg extrém lassan összefűzzük. Há, négy. Két E-moll. Há, négy A-moll. Két E-moll, harmadik akkord, azaz. Második akkord E-moll. Na figyelj, há, négy, ez az, vissza, és már D-moll, már gondolkodsz rajta. Lembes! Azaz! Vissza nem E-moll. Nem baj, nem baj. De ez tök jó volt. Aha. És megint vissza D-moll. Ez az, és vissza E-moll. És ismétlődik az egész előről, tehát jön az A-moll. Ezt kéne kétszer ugye egymás után eljátszani, hogy meglegyen hát a teljes refrén. Hát ebben nekem bele kell jönnöm. Hát bizonyám. Nézd meg, elment. Na. Kb. Együtt zenélünk. Hát, jó, gondolkozom még. Na, nézzük még. Oké, okay. Szerintem Jancsó már ülj be. Jó? Add át a kamcsit. Egy, két, három, négy. Ez az. D-moll, gyerünk. Ez az! Vissza E-moll. Jó, D-moll még egy! Majdnem jó, visszajön! Yes! Jó, majdnem meg volt! Ez volt a csiga, most lajhárba tudunk? Jó. Hármat, négy. Ez az. Ez az. Thank you.
megértettem. Jó, pedig már dzsemmeltünk gyakorlatilag. Nagyon király. Na, próbáljuk meg úgy, hogy nagyon óvatosan dúdolod alá a szöveg, vagy a dallamot, jó? Aljas voltál, átvettél, yes! Meg bánod, mi vesztettél. Ez démon! Többé ez az! Démon! Vissza. Majdnem! Démon! Özöleged, démon! Yeah! Hát ezzel már csak minimálisan kéne finomítani. Hát ezen nagyon sokat kell minimálisan finomítani. Na gyere, menjünk még egyet. Oké. Okay. Szóval, koncentrálás. Jó. Tudod, démol a nehéz. Igen, tudom. Hát persze, hogy tudom. Eljátszok 10-szer, és utána jó lesz. Jó. Ezt biztos vagyok benne. De csak a végét vágjátok be, légy. 1, 2, 1, 2. Lemaradtam, várjál. Igen. Jó, én kezdem. És utána. Szerintem kell. Igen, jó. Aljas voltál, átvettél, megbánod, mit vesztettél. Démon. Többé nem veszlek Démon. Vissza. Ez az. Önző lelked nem tiszta. És Ámon. Most már szépen Démon. Búcsúzás. Aljas húzás. Ez az Démon. Démon. Inkább csendben Démon. Ez az. Szépen bánj majd a bűnöd. Hát figyelj! Hát voltak benne hibák. Hát de ezt 20 perccel ezelőtt még nem gondoltad volna. Nem. Siker. Egy nagyon pici tempót adjunk neki, hogy közelítsünk az eredetihez. Aljas voltál. Lemaradtam. Igen. Bocsász. Ez nagyon nehéz egyszer annyi mindent. Hát persze. Na. Aljas voltál, átvettél, megbánod, mit vesztettél, többé nem veszlek vissza, önző lelked nem tiszta, most már szépen búcsúzz el, aljas húzás volt lúzer, inkább csendben tűnődj el, szépen bánj majd a műned. Hát a felénél. A felénél. Felétől kiestem. Igen. De figyelj, szerintem őrületesen jó. Na, egyedül még egyszer okay. Rajtok. Kulcsár Edina önmagát kíséri gitáron. Próbálkozik. És énekel, igen. Ja, az a kíséri. Na, gyerünk. Aljas voltál, átvettél, megbánod, mit vesztettél, többé nem veszlek vissza. Önző lelked nem tiszta, most már szépen búcsúzz el, aljas húzás volt lúzer, inkább csendben tűnődj el, szépen bánj majd a műnöddel. Yes, today! 85? 90! Egyedül a démolloknál volt egy kis beleakadás, de egyébként nagyon le a kalappal. Szerintem ezt a semmiből... Köszönöm. Nagyon, most tényleg így gondolod, vagy csak mondod? Esküszöm. Igen? Tehát, hogy rendesen itt, nem tudom, 20 perc alatt megtanultál, és nem is az a durva, hanem tudtál rá énekelni, mert például nekem kizárt dolog, hogy énekelj a gitározás közben, és egy az, hogy a hangom miatt sem, meg vagy nem tudok rá figyelni, hogy én annyira bele vagyok ilyenkor mélyedve a két kezembe, úgyhogy... Yeah! Gratulálom! Köszi. Nagyon köszönöm, tényleg. Hát mi köszönjük szépen, remélem, hogy egy kicsivel több kedvet csináltunk neked ezután a zenéléshez, meg hát abszolút. A hangszeres dolgok elindításához is. Így szerintem nagyon menő dolog egyébként tényleg, amikor egyszer, tehát hogy nekem az tetszik a leginkább egyébként, nyilván a koncert meg mindennek van egy brutális hangulata, de amikor valaki egyszer gitárral valahova kiül egy nagy színpadra egy széken, az szerintem hát lehet, hogy akkor ezek után ez lesz a te utad és a jövőbeli terve. Hát meglátjuk. Király. Szóval... Na jó. Szóval így tanítunk mi gitározni ismert embereket itt a sessionben. Reméljük, hogy tetszett ez az adás, és legközelebb is velünk tartotok. El ne felejtsetek feliratkozni a port.hu YouTube csatornájára, Facebookjára, TikTokjára, meg mindenhol, ahol találkozhatok vele. Kövessétek Edinát is, ahol tehetitek. És találkozunk legközelebb is. Edina, még egyszer nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél. Yeah!
Yes, today! Csőzete! Sziasztok! Király! Hát ez zseniális volt. Nagyon szépen köszönjük. Hát én is nagyon köszönöm.